Zsúfolásig megtelt a Bonyhádiak új büszkesége a nemrégiben felújított és megújult városi sportcsarnok. A város gondosan vigyázott évek óta arra, hogy a Szép Kurak napján, október 1-én vendégül lássa azokat, akik koruk szerint jogosultak a belépésre. Ám az eddigi helyszín a Városművelődési Háza már kicsinek bizonyult. Így született a döntés a sportcsarnok mellett. Már az elmúlt években is azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy az igény erre a rendezvényre, nagyon szívesen jönnek a meghívásunkra, az önkormányzat meghívására a bonyhádi idősek, de kinőttük egyszerűen a művelődési házat. Oda ugye a színházterembe alig 300-an férünk el, míg itt a városi sportcsarnokban ilyen kényelmesen ültetve több mint 500-an tudtak eljönni, és hát biztos, hogy jó döntést hoztunk, mert gyakorlatilag két nap alatt elfogytak a jegyek, úgyhogy nagyon nagy volt az érdeklődés, természetesen ingyenesen hívtuk az időseinket. Jegyet csak azért kellett váltani és regisztrálni, hogy pontosan tudjuk, hogy meddig tudjuk őket beengedni, tehát természetesen nem került pénzükbe. Én nagyon örülök annak, hogy ekkora volt az érdeklődés, ez visszaigazolja azt, hogy jó ötlet volt. Hagyományokat megtartjuk, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy világnap. Ilyenkor külön figyelemmel vagyunk az időseink iránt, de igazából az a lényeg, hogy minden nap legyen valami olyan odafigyelés, olyan gondoskodása a számukra, a feléjük, amellyel megkönnyítjük az életüket, amivel segítjük őket, amivel gondoskodunk róluk. Ezt meg is teszi az önkormányzat minden erejével és minden lehetőségével, eszközrendszerével, ami rendelkezésére áll. Gondolok itt arra az intézményrendszerre, amivel rendelkezünk, a gondozási központ az az intézmény, ami ellátja az időseinknek a napi idősek klubi szervezetét, illetve azoknak az ellátását, pedig meg az elesett embereknek a gondozását, ápolását. Nagyon fejlett és magas színvonalú munka zajlik ebben az intézményben, kiváló vezetőkkel irányítják azokat a kollégákat nap mint nap, akik segítik az elesett, rászorult időseinket. A finom vacsora és a jókedvű dallamok még várattak magukra néhány percet. A pódiumra először a várospolgármestere lépett hivatalos köszöntésre. Van miért köszönetet mondanunk. Köszönetet mondok egyrészt saját magunkért, mert azt, hogy vagyunk és hogy olyanok vagyunk, amilyenek, azt önöknek köszönhetjük. Hiszen minden úgy kezdődött, hogy az életet önöktől kaptuk, és hogy milyen életet éljünk, azt pedig önöktől tanultuk meg. Remélem, hogy sikerül majd gyermekeink, unokáink számára mindazt a jót átadni, amit mi kaptunk önöktől, és amelynek életünk során nekünk is részünk volt. Bölcsesség, tapasztalat, sokat idézett szavak. Amikor idős emberekről beszélünk, és amelyikről, szüleinkről, nagyszüleinkről beszélünk. Nem véletlenül, hiszen bölcsesség és élettapasztalat az maga annak a gyümölcse. Köszönjük a sok példamutatást, a tudást és a tapasztalatot, amelyet átadtak nekünk. A szónoki emelvényre lépő Potápi Árpád János, a város egykori polgármestere, jelenleg a térség országgyűlési képviselője és nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt, a kormányzat kiemelten kezeli az idősnapi gondjainak megoldását is. Amikor családokról beszélünk, családtámogatási rendszerről beszélünk, akkor ebben nem csak a gyerekeket értjük bele, nem csak azokat a szülőket, akik a nehézségek ellenére gyerekeket vállalnak és ifjúságot adnak a nemzetnek, hanem beleértjük az időskorúakat is, önöket is, illetve ahogy jöttem be a terembe, meglepődtem, hogy kik számítanak ma Bonyhádon időseknek, úgyhogy lassan nekünk is oda kell ülni az asztalok mellé, de ez így természetes, és azt gondolom, hogy az igazi szépséget ebben és ebben a városban is azt jelenti, hogy a különböző korosztályok nagyon jól egymást kiegészítve, egymást segítve élik meg a mindennapjaikat, hiszen én még ma is emlékszem arra, hogy fiatal felnőttként mindig a szüleim, illetve a nagyszüleim voltak azok, akik még akkor is támogattak. A beszédeket követően kezdetét vehette a meglepetések sora. Az első egy kiadvány volt, mely Bonyhád gasztronómiájából nyújt keresztmetszetet. Majdnem minden településnek van már szakácskönyve, városoknak mindenképp láttam többet, nagyon szép igényes kiadványokat, és már nagyon régóta irigyeltem tőlük. Most volt egy pályázati lehetőség, hogy mi is élhetünk ezzel az alkalommal. Nagyon sok segítségem volt. Az ötlet, az alapötlet az a sajátom, mely szerint ugye sokan élünk itt, több népcsoport, több nemzetiség együtt a városban. Felvidékiek, svábok, a székelyek és a romák
közül két-két idősebb hölgyet felkértünk arra, hogy meséljenek nekünk arról, hogy milyen étkezési szokásaik voltak, ők maguk milyen élményekkel gazdagodtak, mikor és hogy tanultak meg főzni, ők szerepelnek a szakácskönyvben, és ők mutatnak be és ismertettek meg velünk minden népcsoportból két levest, két-két előételt és egy desszertet. Erre épül föl a szakácskönyv, és nagyon sok szép színes kép gazdagítja a mellettünk álló fiatalember, aki éppen kattingatott, Makovics Kornél készítette a fotókat. A civil szervezetekkel, nyilván a Felvidéki Egyesülettel, a Német Nemzetiségünk, vagy a Német Önkormányzattal és mindenkivel, Roma Önkormányzattal összefogva állt össze végül is a szakácskönyv. Ma, amikor a kezembe vehettem egy először, és látod a kezedbe azt, ami már egy régi álom is megvalósul, az nagyon jó érzés. Az ünnepség részeként köszöntötték a legidesebb meghívottat, a 92 éves Nagy Istvánt, akiről köztudott, nagy barátja a muzsikának. Így számára is biztosan maradandó élményt jelentett találkozni fiatalsága egyik sztárjával, Kovács Katival, aki nagy szeretettel és tele energiával szórakoztatta az ünneplőket. Oh,